Kegyes volt az időjárás a hétvégi gyereknapi programokra kilátogató családokhoz, ahol egész hétvégén remek színpadi produkciókkal, előadásokkal szórakoztatták a családokat, de legfőképpen a gyerekeket. A tavalyihoz hasonlóan idén is tematikus programokat szerveztek. Az idei év mottója földön, vízen, levegőben volt. Alapvetően azt gondoltuk, hogy aktivitásra ösztönözzük a gyerekeket. A tavalyi program is így épült föl. Idén volt egy Agora útlevél. Az Agora útlevélbe pecséteket lehetett gyűjteni. Aki 7 pecsétet begyűjtött, az vagy az esti előadásra, ami tegnap volt, Lúdanyó meséi a nagy teremben, jöhetett be a családjával ingyenesen, vagy kapott egy csokoládét ma Túró Rudit. Úgyhogy nagyon sokféle aktivitás volt. Egész 2 napon keresztül vendégünk volt a Mosonmagyaróvári Futura Tudományos és Élmény Központ, aki nagyon sok mutatványt, nagyon sok tudományos, népszerű tudományos kísérletbe avatta be a gyerekeket. Volt egy mini planetárium az aulában. Aztán lehetett homokvárat készíteni, lehetett papír repülőt hajtogatni, bele lehetett ülni vitorlázó repülőbe, sárkány repülőbe. Ma oldtimer autók voltak itt, hajókat lehetett hajtogatni, sőt, készítettünk egy Agora hajót is, és hát a kalandparkosok, akik itt voltak szintén 2 napon keresztül, a gyerekeket fölmászották egy falon, és lecsúszhattak egy különleges élményként. Ezt a lebegő érzést is megtapasztalták. A levegő érzés mellett a repülésből is kaphattak egy kis ízelítőt a gyerekek, ami szintén nagy sikert aratott. A repülő abban nagyon jó, hogy ilyen rendes repülőfelszerelések vannak. A kalózhajó meg ilyen rendes hajóvonások.